Elsőként a fakérgét szedték le a Marcaltánc és Népművészeti Egyesület legényei. Vasárnap este Ménfőcsanak kastélyhoz közeli parkjában a körforgalom mellett kezdték a május faállítást, mely Szabó Jenő önkormányzati képviselő és a Néptánc Egyesület közös ötlete volt. Igazából szeretem visszaidézni a fiatalkoromat, és fiatalkoromban ugye ez gyakran állítottunk májusfát, ugye a haverikőrrel, kinek ki volt a kis barátnője, vagy kinek udvarolgatott, és akkor ugye, mikor a család már elpihent este, sötéttel, 10 óra után, akkor szoktuk állítani, és olyan jó visszaemlékezni rá, és a hagyományőrzésről gondoltam, hogy akik ezt nézik, vagy erre járnak, majd mikor föl van állítva a fa, akkor biztos, hogy kicsit ők is másképp értékelik ezt a május előtti estének a hagyományát. Szabó Jenő unokái nevét írta a szalagokra, amelyet felkötöztek a fákra. Nagyon örülünk annak, hogy idén is megtörténik a május fállítás. A szalagok terén mindenféle színes szalagot kötünk fel a fára minden évben. Mit gondolsz egyébként erről a szokásról? Nagyon szép szokás szerintem. Örültök neki, hogy a srácok ilyen aktívak? Igen, nagyon szeretjük. A táncos legények együttes erővel először megfordították a fát, majd tolták és húzták. A májusfa a természet megújulását, virágba borulását jelképezi, de széles körben elterjedt az udvarlás szimbólumaként is, hiszen a hagyomány szerint a hajadon lányok kapták. Manapság a népszokást kevesen őrzik, ám most bárki felidézheti, aki a városrészbe látogat. Az a hagyomány itt jelen pillanatban, itt Ménfőcsanakon is élő hagyomány, csak ugye így kifele nem volt még igazából így meghirdetve, megrendezve. A cél az volt vele, hogy igazából mindenkinek feltűnjön, vagy egyáltalán rákérdezem, hogy mi ez a fa, aki még nem találkozott vele, vagy ha találkozott is, de lehet, hogy csak tankönyvekbe. Rákérdez a fiatal arra, hogy egyáltalán most miért vannak rajta szalagok, ezek a szimbolikus jelképek, ezek mit közvetítenek kifele. Tehát igazából ez egy ilyen figyelemfelhívás volt, hogy ne csak éjjel csináljuk, hanem már ugye ezt nem nappal állították a legények. És ez volt a cél, hogy lássuk azt, hogy hogyan készül, mik az előkészületek, meg egyáltalán nem egy gyerekjáték felállítani egy májusfát. A fa állítását sok környékbeli kísérte figyelemmel. Ennyi magam a pillanat, ami a fejjel magad van. A fa egy hónapig áll majd a körforgalom mellett, a hónap végén pedig a táncosokkal együtt népviseletben döntik majd le, melyhez falusi mulatság, finomságok és jóbor is társul majd.